Szép napot kívánok mindenkinek, Zon vagyok, és egy vicces dologgal készültem ismét, ez pedig a híres hírhet Purify Priest nevű pakli, és a szemfülesebbek már kiszúrhatták, hogy igen, az új Priest hírom Tyrande van kiválasztva, mert hogy megszereztem őt, ahogy meglehetett gyakorlatilag az első néhány órában, úgyhogy van egy remek kis Priest hírom, és most akkor így vele fogjuk játszani ezt a dolgot. Azért is, mert egyébként két olyan kihívásom is van, ami az egyik kimondottan Priest győzelmekre, a másik meg három bármilyen győzelemre, úgyhogy megpróbálunk ezzel a vicces Purify Priest paklival játszani, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog sikerülni. Na nézzük, az első köröm Tyrandéval. Már hogyha a Blizzard is úgy akarja, és ma még kapok ellenfelet. Addig, amíg ilyen nagyon sokáig tart, azért elmondom, hogy sokan úgy gondolják, hogy Tyrandét nem lehet teljesen legális úton szerezni, mind nem igaz. Én is legális úton szereztem Tyrandét. Na, és ezek közül... Hát, lehet, hogy itt így nagyjából őket eldobom. Ó, megjött. Második körünk már van, az Priestnél jónak számít, nem? Gondolom. Itt főleg Coinnal már első köröm is van. Most legyek jó Priest és passzoljak, de kell a lap. You wanna cast a spell? I wanna cast a spell. Nagyon jó. Ó, két erisztettyúm is van. Ez nagyon zseniális. Már csak a Purify-eknak kéne megérkezni a kezembe, és vicces lenne a dolog. Mondjuk a Sam Fury Protectorom ott van, tehát... meg most már Defender of Argus-on. Egy arcvédelemmel mindenképpen fel lehet használni, most a Sam Fury Protectort nem rakom fel. Ez az effekt, ez nagyon szép. Úgyhogy ez ki van találva, kérem szépen. Ó, és van mana vörmje. Szerencsés. És már Mirror Image is, hát ez igazán is. Viszont nekem össze kéne kapni magam, mert így semmi nem lesz. Bár nem tudok mit csinálni nagyon, úgyhogy... muszáj lesz erisztettyúznom, és következő körben meg Sunfury-znem, vagy nem tudom. Nem vagyok skillezett Purify Priest játékos, úgyhogy fogalmam sincs, bár néhány meccset megnéztem. Sometimes I Ancient Mage. Életemben nem láttam ezt a lapot játszani, mert hogy persze megvan meg minden, de hogy így... Na nézzük. Szerintem a mágus még nem sejti a vesztét. Na jó, én se a sajátomat. Most húzzak még egy lapot. És Sam Fury Protector? Szerintem az az egyetlen játék. Ja. Nagyjából azt fogom tudni csinálni. Egyébként Enzo-t igazából teljesen felesleges a kezembe. Meg ugye nagyjából a pakliba, hogy oj, már elrontja a játék szemét. És lesz ilyet. Ezek aljasok. De én ezzel le tudom takarítani a teljes pályát, úgyhogy én ezt megcsinálom. Yes! Na hát, ötödik körre, és még csak hetet sebződtünk. Ebben mondjuk belejátszik azt, hogy az Aerisztettyú levett az arcunkról kb. Ennyit, úgyhogy... És van még egy bebringókja, hát ez csodálatos. Most elvetném a bebringókot.
És... hát, csináljuk. Szóval elvetném a Babbling Bookot, és üthetném vele a Drake-et, de mi a fenének? Még esetleg majd következő körbe besúlyosbítom a Defender of Argus-szal mindkettőt, és akkor már úgy értelme is van a dolognak. Lefogyasztja és leszedi. Van ennek szíve. Az én kis elrisztettyúmat. És jó lenne a Faceless Manipulátort ellőni erre, nem? Ez nem jó. Az nem vicces. Menjünk tovább. Just priest things. Jó summoning stone. Give me a quest. Most lehetek nagyon aljas ám. Tehát azt mondom, hogy... Spellblendert veszi el. Most se rossz annyira. Leszedjük. Na, de nem rakok rá tauntot, mert nem jó. Nem jó ez így. De sehogy se jó az van. Igen, ez nem vicces. Viszont a Questing Adventure-ről valószínűleg fogom tudni majd ezzel szedni, de ez a Zoning Stone azot nekem nagyon zavarja a szemem. És kettő is van ki belőle. Wanted, dead or alive. Földeletlen raptorunk. Ez így nem jó. Ez így most nagyon nem jó. De most... De miért szakadtam meg? Ej, nem értem én ezt. Most hogy a fenébe csináljam komolyan? Tehát kirakom őt aljas módon. Kirakom így. És úgy, szerintem ennél jó játék most így nincs. Hirtelen. És még lett volna még egy manám. Mondjuk Barnes összeérhetett volna legalább. Mert a Barnes itt van, és megidéz mondjuk Benzotot, de mondjuk nem tudom Benzotot. Őt lehet, hogy kiveszem majd a pakliban, mert csak úgy tűnik, mintha jó lenne, de egyébként nem az. De a pakliba főleg. Mert nem nagyon van. Használt. Na. Lord Walker csak az első, akit nagyon le kell szedni egyébként. Így mondjuk nem fog menni. Nem jó, nem jó. Na, hogy csináljuk?
hogy lenne ezt jól csinálni. Ezt igazából sehogy, tehát ezt már mindenki buktam. Vicceskedek itt, de igazából teljesen lényegtelen. Tehát kaptam egy Ragnaroszt. És Lord Walker csókapta az összeset. És most fogunk meghalni sajnos. Hát ez a Purify Priest az ilyen. Na és akkor én most felhasználni az összes spike, amit tőlem kapott. És kap egy summoning portált. Arcane Anomaly. Nem is a kapott van sokkal jobbat ennyi árért. És nézi, hogy mi az alap. Jó, de ha én ezt megcsinálom most, így hirtelen. Akkor az azt jelenti, hogy ki tudom tenni őt. Meg őt. Tudok nagyon aljas lenni, hogy elnyújtsam. Kit nyújtsak el? Hát őt. Jó, hát és itt haltunk még igazából, de legalább vicces volt. Beszedi az óriásaimat. Alarmó volt. És igazságosságon kérem. De szerintem egy darab deltöltöm minnyilván nem halt meg, úgyhogy valójában teljesen mindegy, mit játszok ki. Hát és 10%-kal az esély, hogy arcra megy. És szerintem itt is adhatjuk fel a dolgot. Na hát... Hát, ahogy is mondjam, a Purify Priest első bemutatása sikerült túl jól, de én bízom Tirandében abszolút, úgyhogy megpróbáljuk még egyszer. Volt egy nagyon vicces Purify Priest deck a Heartpound.com-on, ahol azt írták, hogy 10% győzelmi rátával nagyon könnyen el lehet jutni vele rank 20-ig, tehát nyilván gondolom úgy, hogyha az ember 10-ről kezdi, és csomó mindenféle... nem alakítottam át, és nem vettem ki vele Enzotot. Na, de azt hiszem nem ez lesz a win condition. Tiranda! Na, két Tiranda egymással. The goddess is my shield. Wow. Jó. Purifyünk is van, silence-ünk is van. Remélem, hogy mondjuk nem Purify Priestet játszik, hanem minimum Resurrectet, és akkor nem ki tudunk békülni. Na, én azt ott nyomkodni akarom a háttérben. Na. Job's done. Hát igen. Szörnyűséges első kör. De másodjú már lesz Loot Hoarderünk. Én köszönök, mert én kultúrember vagyok. Blessings to you. Ó. Mind if I roll knee? Ó, már. Ah!
Thank you. Azért csizmát, amit láttak, pedig tűzgélve. Ja, és ő kártbeket is váltott. Nagyon csodálatos tirende. És nem csak egy kártbek, hanem ez az egész is. Igen, ez is fenyegetés volt. Ó, és még bocsánatot is kér. Beszarás. Tükörmeccset játszunk, senki nem játszik semmit, azért ez nem semmi. És Priest of the Feast. Brilliant. Thank you. Well played. Azt csinálom. Így. Így a leghasznosabb egyébként a Priest of the Feast. Soha nem volt ilyen hasznos. Mondjuk a Shadow... Lehet, hogy nincs a paklimba Shadow World Pain. Blessed be this funnel cake! Sajnos soha nem tudok mit csinálni, viszont... Azt meg tudom tenni, hogy másolom. No, nagyon csodálatos. És entombolja, de mocsok. És a Ragnarosz még nem tudom. Ennek nincs értelme, ugye? Az, hogy egy entomb elment, annak az a pozitívuma, hogy Ragnar nem fog ilyen tombolni. Szerintem még nem tudja, hogy milyen aljasság készülődik itt. The game begins. Jó, hát nekem van még ilyenem. Igen, és megérkezett ismét Zoltánunk. My shield for Argon. És így elég hasznos lesz. Na, hát az első komoly ütés, amit bármilyen kártyával mértünk, ami a Purify Priest pakliban van, ez már haladás. Na, itt van. Tudtam. És van Holy Smite-ja. Az ember ez készült valamire. Hú, gonosz. Na hát viszont úgy gondolom, hogy a Priestet leszedem. A Priest of the Feastet. Így jól. Magamba gyógyítok egyet. Eldobom a kört. Hát és következő körben jöhet Ragnarosz. Ez abszolút idegfeszítő. Just a pinch of vigor. És nagyon remek Priest mérkőzés. Most két excavated evil-t nem rakom ki. Jó. Ó, játszunk Barnes-osat? De nem játszunk Barnes-osat, mert így is úgyis meghalok igazából, úgyhogy muszáj lesz fullbonni a kretént.
Na most, a, most ne arcba, nem szeretném. Légy szíves, Ragna. Entomb? Nem. Szegény Ragna. Kiváló ügynök volt pedig. Na. Some Fury Protector. Na, csináljuk így. Tonight, a tale of terrible tragedy. The dragons shall kneel before me. Most már csak még egy Purify-t vagy Silence-et kell húznom, és elég vicces dolgok fognak történni itt. Ha meg nem, akkor kimegyek egy Giant. Nem lehet viccelődni a Purify Priest-tel, kérlek. Aj már, elrontod a játékon. És azt hiszed, hogy sok sárkány van a kezemben, miközben gyakorlatilag zéró. Szomorú idők. The game begins. És van neki Holy Smite-ja. Hát... nekem is egész jó számokat hoz eddig a Purify Priest, olyan durván 0-2. Na. Az Enzoltát vegyük ki a játékból szerintem. Enzolt nem való ebbe a pakliba, főleg, hogy ha most nem vicceskedünk, hanem komolyan nézzük, akkor 0 darab Death Rattle lény van a pakliban. És Deathwing is csak azért van benne, illetve Deathwing the Dragon Lord is csak... De egyébként jó lenne, ha így csinálnám. És csak azért van a pakliban, mert hogyha leszilence-elem, akkor mégiscsak egy 12-12-es remekség, ugye? Csak hát nem marad silence-em. Na most, mit rakjuk a pakliba? Berakhatom Nefariant. Nefariannal ugye az a jó, hogy sárkány, mégiscsak 8-8-as, ha megidézzük, tök jó, ha kezembe van, Deathwing-el együtt tök jó. Úgyhogy neki még talán lehet értelme. Vagy játszatok azzal, hogy Blood of the Ancient van. Reménykedhetek benne, hogy megidézi. De inkább akkor ne feljen, ő multifunkcionálisabb, azt hiszem. Na próbáljunk még egyet ezzel a csodálatos win rate-tel rendelkező Purify Priest-tel. Mondjuk az a nagyon vicces, hogy láttam embereket Legendben nyerni ezzel a paklival. A mikéntjét még mindig nem értem. Ők nyilván az RNG tiszta forrását kötötték be maguknak intravénásan. Másképp nem tudom elképzelni, hogy ez a pakli tud működni úgy komolyan, kompetitíven. Hihetetlen. Tudom, nyilván az a probléma, hogy mindenki Tyrande-val akar játszani, és a Blizzardnak a külön szerver parkot kellett beállítani. Ó, és itt van Tyrande szerelme. My beloved My dear Malfurion. Na, hát legalább második köröm van. Ó, és ez csodálatos. Coin Loot Order. Hát igen. Ez egy nagyon nagy játék. És most az lenne szép, hogyha elszilence-elném. Tehát... és tényleg le akarod szedni. Do
hear its call? Jaj, megérkezett a Silence első számú áldozata. Tehát akkor ezt úgy csináljuk, hogy Silence plusz két health. Amivel ő húz egy kártyát, ugye? Right away. Rácsapunk. Meggyógyítjuk. Ez csodálatos. Iszonyatos, szinergikus összjáték. Are you my master? És ott van egy bekomorú fiúl is. Are you my master? Wow. Rettegek Katuntól. Nos. Purify, purify, semmit nem ér. Mind if I roll knee? Right away. Na, következő körben valószínűleg tudok holinovázni. Ugye a holinova kettős sebez, úgyhogy minden fog maradni. Ami igazán remek játék. Így meg főleg. Maszta jó minden itt. Wow. Na most Excavated Evil-lel. Egyet le tudok szedni. Hát ez mondjuk zseniális. Vagy tudok ilyet játszani, és ezzel is le tudok szedni egyet. De azzal meg csak a... Hogy lenne jó? I wonder. Uh-huh. Most még aljaskodhatok, és azt mondhatom, hogy Faceless Manipulator, de az se jó. Erisztettyút nem fogom tudni felármorozni, úgyhogy igazából teljesen mindegy a dolog. Excavated Evil-e meg ugye ez az egyetlen egy, amit meg tudok. Ajaj. Annyit tudok csinálni. Wow. Amiben az a nagyon rossz, hogy ugye 4 HP-ja van, illetve 4 támadása van, és a 4 támadással a priest nem tud mit kezdeni, csak 4 alatt és 4 felett, úgyhogy ez igazán remek, viszont egyetlen dolgot tudunk kezdeni, az ez. De így meg ugye meghalunk, de az most igazából lényegtelen, ha van bármije, vagy bármi értelmese. Wow. Igen, és ahogy számoltam, én nem. Nem, azt hittem, hogy oda. Remek. Nos. Mit tudok csinálni? Igazából semmit. Az ég egyet a világon, tehát így meghalunk, mint a kutyák. Gyakorlatilag ez fog történni. És... körülbelül ennyi, amit tudtam tenni az ügy érdekében. Ez még mindig 10. Igen. It's getting hot in here! Szerintem nem értik még ennek a remek szinergiáit, és azért lehetséges az, hogy tisztelnek minket, és porigaláznak. Attól tartok, hogy ez ettől lehetséges. Próbáljunk még egyet a Purify Priest-tel. Az a csodálatos egyébként ebben, hogy még a Resurrect Priest is hatékonyabban működött. Pedig azért az sem volt egy non plus ultra, bár a Resurrect Priest-t láttam rank 8 környékén. 8-9 környékén volt Resurrect Priest a múlt szezonban, úgyhogy az legalább valamennyire kompetitív. Tyranda versus Thrall! For Doomhammer! Can you give me strength? Na hát...
Erisztetjút eldobom. Shadowman ezt megtartom, hát a negyedik körre van neki valami aljassága. De hát nyilván van, tehát hogy Shamanek jól fel vannak szerelkezve manapság, nem véletlenül ők a tier 1 klassz. És nem véletlenül kaptak ugye a nerföket. Vagy nerfeket, ha valaki így zavar, de... Ez a saját skin, ez így egyébként tök jó, tehát ez sokkal több, mint egy hero, hanem hogy játszínez itt körülötte így kékre így a mindent. Blessings to you. Na hát nagyon lehet, nehéz lehet választani a Tanatrog és a Tanatrog közül. Jó lenne, ha megtalálnál. Legyél agresszív, tolt fel robbanásra, hagyja a harcba. Ó, nagyon szkája. Ja, Silveriusnál passzolom, ahogy a Priestek mondapság szokták. Lehetséges egyébként, hogy mindjárt visszatérünk én is a Resurrect Priestre, kár, hogy én ezt a paklit töröltem. Már réges-rég töröltem. Ó, és van erisztetjünk, de ez még csak a második kör. Ez ugye semmit nem érek. Haladunk tovább. Összes buborékot kipukkazgattam. Nem, ott még van egy. Na, ez nem lehet. De, csak azért is. Au! I has charge. Na, akkor... Most meg tudom azt csinálni. Szedjem le a spelltot, amiért. Szedjük le végül. Ez így azért aljas volt, tudom, és igen mana hatékony, mert csak két kártyát használtam el arra, hogy az ő Hero Power-ét leszedjem, tehát ez a csodálatos játék volt, amit bemutattam. És megérkezett a Netrog. És felállsz már egyszerűen csodálatos. No. Sajnálatos módon azt kell csinálnom, hogy megint átmenni a tégyet. És muszáj lesz szállni, hát ez... Szegény. Szegény kicsit meg van alázva. De majd mi is meg leszünk mindjárt, ez be semmi gond. Na, akkor már csak egy jó Excavated Evil-t kellene felhúzni igazából. Hát ez nem egészen így hívják. De így igen. Na, a végén még lesz benne játék és kacagás, na meg móka. A móka faktor így is van ebben a pakliban, de hát azért... nem ez a jellemzője.
Ugye ezzel letakarítjuk az összes tauntot. Ők ugye elvesztik a buborékot. Mondjuk most egy pillanatra elgondolkodtam az M-tombon. De csodat mester termet nem tarthatja. Ó, még ti is. Igazából teljesen mindegy, mert ha nem excavated evil-ozok, bárha excavated evil-ozok, akkor is meghalunk. Tehát, hogy... na most, ha excavated evil, az ugye egy neki jó, ugye? Vagy, azt csinálom, a Shadow World Death, csak ugye manából nem jövök ki. Tehát csend van. Ezt kellett csinálni, ugye? És innét haltunk meg. Brilliant. No igen. Ez innét nagyon-nagyon-nagyon brilliáns volt. Nem is tudom, hogy lehetett volna ez szebben. És lába burst-tel fejezi be természetesen, hogy más. Na igen. Na hát akkor muszáj lesz a folyamatosan most már negyedik meccs óta tartó vereségi hullámot megtörni, és átváltani egy Purify Priestről a Resurrect Priest paklira, hát ha azt addig megkeresem. És már vissza is tértem egy csodálatos Resurrect Priest deckkel, ezt mutatom is. Múltkor játszottam egy hasonlóval, de nem teljesen ugyanazt rekreáltam, hanem most nem vettem fel várul a dolgot, mint a múltkor, és craftoltam egy Flash Heal-t, hatalmasan nagy befektetést eszközölve ezzel, mint egy 40 dustot elhasználva, viszont az egyik kártya hiányzott, méghozzá, hogy hívják őt? Mindig elfelejtem a nevét, pedig Deathrattle-os kártya, és igen, a Bloodhoof. Szóval a Bloodhoof-ot, és helyette raktam bele Abomination-t, Deathrattle, Taunt, Agro ellen tök jó lesz, már hogyha komolyabban akarjuk használni, és Enzo-t visszaidézi. Van benne összesen 4 Deathrattle-os lap, tehát van Shifty Shade-ünk, 2 Shifty Shade, egy Abo, egy Sylvanas, úgyhogy így gyakorlatilag lesz mindenünk. Lehet, hogy még nyerni is fogunk tudni ezzel a remek paklival, nem úgy, mint a múltkor. Próbáljuk meg szerintem. Legutóbbi Resurrect Priest-emet egyébként egészen sokan megnézték, meg is lepődök rajta, de nem jó ez a deck szerintem, bár tudom, hogy lehet vele Legendnek lenni, legalábbis láttam, hogy valaki csinált top 200 Legendet, azt hiszem vele, vagy valami ilyesmit, úgyhogy elvileg működnie kéne. És jönnek a tirándék. Jó, Circle of Healing-et megtartom. Szerintem Injured Blade Master-t is jól. Csak attól tartok, hogy ő is valami hasonló vicces deckkel fog jönni, mint én. Sőt, ez gyakorlatilag tükörmeccs lesz, én attól tartok. Le kellett volna cserélnem a hátlapomat. Az a nagy büdös helyzet. Blessings to you. Is someone injured? Blessings to you. Még érdekes, de nem használtam ebben a pakliban a kleriket, úgyhogy ez nem az a pakli, és sehol sem láttam leírásban kleriket hozzá, bár lehet, hogy nem ártott volna. Az előző pakli azért mégiscsak jó volt a Purify alaphúzásra, de itt ez azért az gyengeség lesz, attól tartok. I wonder. Engem. Igen, ebben a pakliban nincs klerik. Az animációs hiba volt, jól láttam? Mintha lejjebb csúszott volna, vagy följebb csúszott volna. De mindegy, ezt majd visszanézem, lehet, hogy most már én halucinálok. Na. Halló? Nyom már meg azt a sárga gombot, kérlek.
Injured Blade Master-re én ezt szerintem kikóinolnám. Ez az egyetlen gond, hogyha hílelem, akkor ő húz lapot. Az meg nem vicces. Ugye? Igen. Úgyhogy nyilván itt az a játék, hogyha fennmarad. Hát és miért nem maradna fönn, mert ugye 4 HP-s és azzal nem fog tudni mit kezdeni. Nem tombolni még nem tudja. Hogy lecsap, heal. Tehát neki is van. Ez igazán zseniális. Viszont én ebben a helyzetben azt fogom csinálni, hogy muszáj lesz betrédelni. Nem, nem muszáj, egyáltalán nem muszáj. Your turn to bleed! Ez valahogy így jó, szerintem. Úgyhogy így most ütheted, barátom, meghalol. Trédnek jó lett volna, de hát én is szeretném használni. És még nincs a kezemben se Resurrect, se a Bishop, se semmi, úgyhogy én még azt felhagynám. Is someone injured? Ó. De te lapot húznál, mi? Te aljas. Na gyere üssön. Ez nem az. Na hát viszont akkor szerintem bánszoljunk egyet. Ha már így elkötődött. Csodálatos. Ez eddig nagyon jó. Aztán semmi más. Hát, most a shift is érdet, ha kirakom, azon nem járunk jól. Viszont kirakom az abót, attól ő biztos, hogy sírni fog. Legalábbis nagyon remélem. Nem szokott priest tauntolni. Nem tombolja. Ó, hogy szakadnál meg, pedig... Jó, most viszont én leszek aljas, azt hiszem. Ugyanis... ezt én nem tombra veszem. És így gyakorlatilag a teljes Resurrect történetei nem fognak már működni. Cleric-et tud visszaidézni, 2-t. Annak meg gondolom marhára fog örülni. És oké, most nála van egy abó, nem fogok sírni miatta. I wonder. Mukla, mukla, mukla. Na. Akkor viszont innét következik nyilván ez. És shifty shade. És menjünk. Világító, hogy nullás, még mindenne nem ér annyit. A következő körben másik Ninja Blade Master. Na gyere, gyógyíts. Csodálatos. Flash heal. Sajátodat meg akarod gyógyítani? Ugye? Mondd, hogy ilyen hülye vagy, nem. Jó. De te tényleg olyan hülye vagy, hogy úgy gondolod, hogy én ezt...
Ezt nem tudom megtenni. Welcome to the grand tournament, champion. Just wow. Na, viszont most eltolom. Most ért annyira. Hogy nulláért meggyógyítsa. Nem minthogyha tudna bele sérteni bármivel, de azért na, ne használjon a következő körben manát. Entombolod Justicar True Heartot? Nem. És egyből ráhílálsz. Remek. No hát, a heroikus priest csatánk kibontakozóban van tényleg. That belongs in a museum. Ez igazán csodálatos. Na de. Őt kirakom. Köszönöm. Teljesen egyértelmű, shift és édet kirakom. És gyógyítsunk a srácokon. Gyógyítsunk a srácokon. És magunkon is. És még egy flash healem is lett volna, de azt most kihagyhatjuk, azt hiszem. És majdnem letálisak vagyunk, még nem teljesen, de majdnem. Ha most felhoznám a Soul Priest-et, akkor letálban lennénk nagyon durván. Márpedig ugye van kettő is a paklimban. Ó, szervusz a hó. No, csináljuk azt, hogy én a bót leszedem. Igen. The game begins. Welcome to the grand tournament, champion. Your turn to bleed. Your turn to bleed. No, és következő körben letális majálisunk van valószínűsíthetőleg. Na, te is rezurrektálsz valamit, egy jó kleriket esetleg, vagy egy abót. Hányra mászol? Igen. Szép volt, ezt egyszer én is eljátszottam. De hát ugye gyakorlatilag nyertünk, tehát hogy nem finomkodok tovább. Túl sokan játszanak, most Priestet azt látom. Jó. Akkor két questbe is tettem egy-egy győzelmet, na most próbálj még egyet. A végén még kedvet fogok kapni Resurrect Priestezni, komolyan. Ez egy vicces pakli, főleg a Shift is érnek a hülyeségei miatt. De teljesen random lapok. Azért, hogyha nem húzom be a Justicar True Heartot, akkor valószínű nagyobb gond lett volna. Bár szerintem akkor sem lett volna veszélyes. Tehát ezek a négyes gyógyulások azért nem tettek hozzá annyit. Taranda versus Uther! Na hát, az ellenfelünknek nagyon kedves Fuck You Jay a neve. Mondjuk nem teljesen értem, hogy miért játszott Justicar True Heart-tal, de ez most igazából mindegy is. Saját fegyverét fordítottam ellene. Az nagyon rossz. Murloc, Bluegill, Chagler. Wow. Dolgok, amikre nem számítunk.
not on my watch. És egy arcba, és kettő arcba. Csodálatos. Na most. Következő kör Shifty Shade, vagy Barnes. Inkább Barnes szerintem, mert akkor lesz kint két test. Bármi is legyen az. Mondjuk remélem nem pont Injured Blade Master-t fog kirakni. Hát azért következő körben el fogok gondolkodni, azt hiszem, hogy Abomination-t rakjak ki. Bár ha most kirakom a szó, ne, de akkor nem tudok gyógyítani. Nem jó. Bár... nem jó. Jó Bubble Paladin. Nem. Pedig ez vicces lett volna. None may steal us. Így lehet paladinként agrózni. Wow. Azért ez nem olyan rossz. De szerintem én most itt eljátszom. A Circle of Healing az mennyi? 4. Hát... embrace the void. Igen. Sajnálatosan ilyen eszközökhöz kell folyamodni egy priestnek 2016-ban. Fokkal jobb, mint az Excavated Evil. De csak mert az ellenfél nem kapja meg. Honszert. Abusive Sergeant. Attól tartok, hogy ezt akkor eljátszok. Agro Paladin ellen. Csak nem értem az Agro Paladint ilyen szempontból, mert a Paladinnak jó Solemn Vigilje van, Leon Hands-e van, de hogy így a laphúzás az nincs meg neki Life Tab-ből, mint ugye a Warlocknak. Ott csak azért jó, szerintem. Aztán a franc tudja. Ezt mindkettőt beleütöd, akkor így meghaltok, igen. Mi van? Na, őt nem fogom entombolni, attól tartok. Még ez vicces lenne. Na, Blessing of Keys. Blessing of Might, valami. Avenging Rat. Wow. Na, csapd le. Aj, már. Pedig vártam, milyen lapot kapok, de... The game begins. What we do? My echoes are eternal. Ugye az a gond, hogyha a bót most kinyírja, az nekem is mínusz 2, tehát 4-en leszek. Ha valamivel tud ütni rajtam 4-et, akkor vége. Fogd tudni. Fölti konszek. Fölti. The game begins. What we do? És Abomination lesz a végzetem, komolyan. Nothing scares me, except mice. Jó.
Mit csináljak? Mit csináljak? Mit csináljak? Nem tudom volna. Nem fogok nyilván. Tegyük ki Sylviát. I have no time for games. Ugye egy ötöt tud ütni, tehát gyakorlatilag végünk van, mint a botnak. Tizedik körig húztak. Ez számomra is meglepő volt, hogy ez eddig fog tartani. Tartott. Na nyomjunk még egy jót. Hát ha sikerül a Resurrect mechanikát ismét kihasználni, bár ez az abós visszahívogatás ez igazán tetszett. Bár az Injured Blade Master-t hívt. Ja, azt ki se raktuk, a Shifty Shade-et rakta volna ki. Taranda versus Taranda! Most mindenki Tarandát. Kész. The goddess is my shield. Jó. Szóval akkor te nem kell lesz. Nem az igazi. Nem az igazi. Kíváncsi leszek, hogy passzolgatáson kívül mivel fogunk kezdeni. Is someone injured? Klerikkel. Most tényleg a kleriket szedjem le. Na és kiderül, hogy most Resurrect-elje vagy nem. Tatam, tatam, tatam. Történjen már valami. I wonder. I wonder. No. Nagyon a klerik ennyire kimozdította a magabiztosságodból, meg a, hogy minden, hogy most össze kellett törni, és így ki kell lépni a játékból. Annyira szörnyű ám. Ez csak egy bábú, tudod. Tudod, egy kis klerik, akit kiraksz, és lehet, hogy húzlapot lehet, hogy... Sajt nagyon a klerik halála, úgy látom. Ammanóba. Azért én még mindig gyújtom magam. Jó, ezt is behúzzuk a listába, mint győzelem, de hát... jó, az egyik küldetés teljesítve, még a másikat megpróbálom. Csak azért, hogy nekem nagyon jó legyen, és hogyha az is összejön, akkor még az is lehet, hogy közeljövő arénázni fogok. És nem paklét veszek belőle, mert azért ez aréna, ez mégiscsak aréna, ugye? Halló! Szeretnék egy ellenfelet kapni, aki nem Tiranda. Tiranda versus Anduin! Never more DJ! Give me strength. Ez egy egészen remek összeállítás. Vagyunk mi itt így ketten, azt hiszem névügyileg mindenképpen. Meglátjuk, hogy Priest barátunk mire készül. Blessings to you. Greetings. Is someone injured? Á, sajnos most ez még nem jön össze. Ugye ez még drága, az nem az.
Úgyhogy Shadow World Pain-re még várni kell. De már nagyon jöhetne. Majd én is mindjárt meggyógyítok, jó? Ez egy iszonyatosan pörgős tempójú mérkőzés. Na, de valami izgalmas. Shift is ér? Nagyon jó. Na, és akkor most én. Végre van valami lap, amit játszhatok, gyerekek. Bár remélem valami foslapot kapok a paklitból, tényleg. Tehát én is kapok még egy kleriket esetleg, vagy valami. Ó, Scarabeusszal játszik. Ez mondjuk azért meglepő. De most viccen kívül, tehát hogy nem erre számítana az ember. Azt hiszem egyébként, hogy meg fogom ezt csinálni. Úgy is van excavated eagle-ja. Hát ez nagyon csodálatos. Az excavated eagle-ja úgy is van. Nem akartam, hogy kimaradjon a taunt, mert hogy a spell damage-e így is kim fog maradni. De... És kaptam lapot is tőle, hát köszönöm szépen. És látszik, hogy ez egy igazi jó priest elleni lap. Rég lehet. I have no time for games. Még pont azt nem értem, hogy Sylvanasnak miért nincs ideje. Ő már így meghalt, föltámadt minden. És nincs a közemben egyetlen irezurektes lap sem. Ez nagyon síralmas. Na de. Akkor most ismét exkaválhatunk. Szerintem. This is no place for mortals. Hoppá! Na, a Ginit se láttam még kijátszva életemben pedig. Tonight, a tale of true terror. Injured Blade Master, hát ez zseniális. Heti flash healezni inkább. Meg szerintem ezt is eltolhatom. Na, így legalább van boardom. Na most ő kirak valamit és elkezdi azt healelni, és a Ginin ugye ugyanaz megtörténik. Azt hiszem valami ilyesmi a működésen. Ja. I must consider. Igen, és a Jin se tudom leszedni. Jó priestként. Maximum ugye beletrédelem. Hát de most felfelé. Persze, hát ezt úgy kell. Köszönöm. Most kirakom a Soul Priest-et. Most idézem meg Barnes-t, de azt így nem akarom. Csináljuk akkor ezt így, hogy őt lecsapjuk. Na és 50% hogy Blade Master-t idéz. Ez nekem jó. Egyetlen problémám van ezzel. Na, lap jön, még egy Soul Priest. Ez zseniális. Következő körben így bármivel le tudom szedni gyakorlatilag, ha csak nem pakol rá 10 000 élet előtt. Vagy Soul Priest-tel. Azt még meglátjuk, hogy a jobb.
Még elég szarul állok ugye életerővel, úgyhogy valamit azért csak kezdeni kellene magammal. Mondjuk az ő helyében én lehet, hogy arcra mennék. Jó, persze én is tudok ütni most, mit tudom én, 11-et, de az... Wow. Jó, Holy Nova. Na és melyiket trédeled be? Egyiket sem. És arcra mondom, hogy számítottam. Na de, na most abominationban nem szeretném vele halni. Well played. Nyilván well played. Én pedig eközben nem tudok magamon hívni, ugye? Pedig kettőt sebez. Wow. Hogy csináljuk? Én őt... Feel my pain. I have no time for games. Van egy jó szilvaneszunk. És van bordunk, hát ez mondjuk csodálatos. És milyen szép, hogy hármat üt, négyet üt, ötöt üt. Így már majdnem letálisak vagyunk, nem teljesen, de egy jó flash heal még lenne a kezemben, akkor... Sajnálatos. Ez igazán sajnálatos. Így még nagyon messze vagyunk viszont a letálistól. Ó, guru basú. Na most. És Priest of the Feast. Éppen le tudjuk szedni, csak a sorrend. Tehát egy. Kettő. Priest of the Feast. És megadom a munkon. Ezt gondolom nem fogom tudni használni. És ő is passzol, elegáns. Jó, hát... Injured Blood Master. Hát ez szerintem ez nagyjából ennyi most. Tegyük ki őt. És így megint tudunk ütni 10-et. Summoning Stone. Wow. Két manás lényt. Szóval, 3 meg 4 az 7, a Hero Power-om az 2, azzal még nagyon nem vagyunk meg. Azzal még nagyon messze vagyunk a végétől. De én ezt mindenképp megjátszanám. És valahol ezt is. Your turn to play.
Na viszont ez a következő körben már majdnem letális, mert ugye 9. Oké, ő hílel magán valószínűleg, tehát azért ez még odébb lesz. Ó, jó klerik. És híleli az enyémet, hogy tudjon húzni, hát igazán arra is. Jó. Na most. Én ezt nem tombolnám. No. És ha nem történik valami galátság, valami hatalmas taunt nem kerül ki elénk, akkor nyerünk. Persze, nyilván hílel egyet rajta, mármint a Blade Master-en, hogy tudjon húzni. Mind Control 10. kör esetleg. Bár mondjuk azzal sem nyeri meg most a helyzetet, azt hiszem. Igen, mondtam, hogy húz. És tovább egy Summoning Stone. Wow. No hát, és akkor azt hiszem, hogy ennyit én még Priest életemben nem nyertem nagy a Dojimorban, úgyhogy 3 Priest Victory. Az előbb biekért még kaptam, úgyhogy összejött egy arénázására, viszont azt nyilván nem most fogom megtenni, hanem majd legközelebb. Örülök, hogy megnéztetek, szervusztok!